Két győzelem, három döntetlen és két vereség volt a mérlege az MB3-as HR-rend Kozár Michelin csapatának az első hét forduló után. A nyolcadikban a szekszárdi UFC ellen léptek pályára Pókos Csaba tanítványai hazai pályán. Jól kezdte a mérkőzést a michelini csapat, de a hatodik percben, amikor az ellenfél először jutott át a házigazdák térfelére, 11-eshez jutott, amit Arena Armin értékesített is, így megszerezte a vezetést a szekszárdi csapat. Az első játék részben 10-12 pont rúgása is volt a házigazdáknak, mégsem tudtak kiegyenlíteni. A második félidőben szerkezetet váltott a hazai gárda, és óriási mezőnyfölényben fociztak a fiúk. Az 59. percben Márkvárt Patrik révén egyenlített is a HR-rend Kozár Michelin, és azután is szinte csak ők támadtak. Mégis a 92. percben Dudás Dániel talált a michelini hálóba, megszerezve ezzel a három pontot a vendégeknek. Végre a meccsnek bementünk a stábbal az öltözőbe, de még mindig ez van a fejünkben, és nem tudjuk, hogy igazából nem tudom, mi történt. Az első fél idő az felejthető, tehát az amit ott csináltunk, az szerintem kritikán aluli volt. Én nagyon-nagyon szégyellem magam azért a produktumért. A második fél idő az már azt mondom, hogy szerkezetet váltottunk, egy 4-3-3-ban az már jó volt, ott már följavult a játékunk is, meg volt az egyenlítésünk. Attól kezdve nagyon nagy fölényben játszottunk. Tehát én szerintem át meg kell nézni a mérkőzést, szerintem rúgtunk egy 14-16 pont rúgást, amelyeket borzasztóan rosszul végeztünk el, nagyon-nagyon dekoncentráltak voltunk. Ezeken mérkőzést lehet nyerni. És a 89. vagy 90. percben, nem tudom, én szerintem az ellenfélnek az egész meccsen kettő lehetősége volt, két gól, ők ezt kihasználták, ebbe éltek. Mi megint nem tudtunk a támadó harmadban hatékonyak lenni. Úgyhogy ennek csak ez lett a vége. Nagyon-nagyon sajnálom, ezeket a pontokat nagyon-nagyon nehéz visszahozni. A szekszárdi UFC ezzel a győzelemmel maradt a hatodik helyen a tabellán. Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy azért ennek komoly előzménye volt, hiszen az elmúlt két mérkőzés hasonló volt, mint a mai. Mind a két mérkőzésen a 85. perc után kapott gólokkal kaptunk ki. Ott is a csapat jól küzdött, helyenként jól játszott, nem sikerült, és ehhez még jött múlt héten a Lipót elleni mérkőzésünk, ami szintén úgy volt, hogy 2-1, de még vezettünk a 85. percbe, és akkor ott sajnos 11-esekkel kiestünk. Én biztattam a srácokat, hogy előbb-utóbb úgyis ennek meg kell fordulni. Hát azt hiszem, aki végignézte a mérkőzést, az látta, hogy elsősorban a küzdelem dominált. Még úgy gondolom, inkább az első félidőben volt több olyan kontratámadásunk, amiből esetleg növelhettük volna az előnyünket, de a második félidőben mindenképp az ellenfelünk, a Kozár Michelin ránk erőltette az akaratát. Hát a futball ilyen, hogy az utolsó percben sikerült oldalszabad rugásból góllal befejezni egy támadást, és ezzel megnyertük a mérkőzést. A PMFC 1-1-es döntetlent játszotta a Budapest Honvéd MFA 2 ellen idegenben, a Szent Lőrincese pedig a TSE-t győzte le 1-0 arányban, szintén idegenben. A baranyai csapatok közül a PMFC továbbra is vezeti a tabellát, a Szent Lőrincese a második, a HR-rend Kozár Michelin pedig visszacsúszott a 11. helyre.